Jó reggelt, jó munkát kívánok, induljon az edzés. Ma csak farizom gyakorlatok lesznek. Ezt inkább úgy mondanám, hogy ezen az edzésen csak farizom gyakorlatok lesznek, mert remélem, hogy ezt már megelőzte egy másik edzés, ahol az egész testedet megdolgoztattad. Itt van nálam a puska, mert különben nem látom, hogyha odébb teszem, ahol te nem látod. Egy perc, közel húzd a sarkadat a fenekedhez. Mélytartás, megy az egy perc, csípőfeszítés. Elmondtam már a hasizom programban is, hogy nem jó az, hogyha az ember egy izomcsoportot erősít a többi rovására. Tehát mindig a teljes testedet meg kell edzeni, és ezek a célzott vagy egy izomcsoportot fókuszban vevő edzések, ezek legyenek ráadások, jó? Tehát ha túl vagy egy teljes test edzésen, és még valamire még pluszban rá akarsz dolgozni, akkor használd ezeket a csak has vagy csak farizom programokat. Ugye függőlegesek a lábszárak, csípőfeszítésnél jól összeszorítjuk a fenekünket, nyakunk hosszú és laza, az állunkat behúzzuk, van egy kis toka az állunk alatt, a tarkunk pihen, ugye megnyújtva, mert nem kell tartani a fejet. Nem az a cél, hogy magasra emeld, hanem hogy jól szorítsd össze a feneked. Az legyen meg mindenképpen. Nagyon jó. Ebből most olyan jön, zárd a lábakat, hogy fölteszed mondjuk a jobb lábadat a balra, és egy lábon dolgozol. Megy az egy perc. Ha elfáradsz egy lábon, akkor tedd le nyugodtan azt, ami fönt van, és folytasd két lábon. Akkor is vízszintes a medencéd, hogyha egy lábon dolgozol, tehát nem fordul, nem billen el a megemelt láb oldalára. Ne, mutatom a hibásat, ha kibillen, tartanod kell a vízszintest. Ilyenkor, amikor a jobb láb fönt van, akkor a bal láb ereje emel, tehát az egész feladat a bal láb erejére van bízva. Nyilván ezért nehezebb, és ezért lehet letenni a tartó lábat könnyítésképpen. Bocsánat, a fölüllevő lábat könnyítésképpen. Bármikor leteheted. De nyilvánvaló, hogyha ezt így most megcsináltuk féloldalasan az egyik oldalra, akkor meg kell, hogy csináljuk a másik oldalra is. Nagyon jó. Hát annyi pihenünk van, amíg egyik gyakorlatból a másikba átköltözünk, és jöhet a egy perc a másik oldalon. Mivel két lábunk van, ezért hát a gyakorlatok fele jobbos, fele balos, most így nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, de az első gyakorlat az például szimmetrikus volt, de a többi az féloldalas, és ugyanannyit csinálunk a jobb lábra, mint a bal lábra. Gyönyörű a hajnali égbolt is. Egyáltalán véve gyönyörű a reggel, mert most ezt már hajnalnak nem nagyon lehet nevezni. Felkelt a nap. De kellőképpen friss és sűrös az idő. Úgyhogy tornára ideális. Nagyon jó. Puskázom. Oldalon fekvés. Hát, ha melyikeztem, akkor itt fekszem az oldalamon. Akkor nekem most a bal lábam van fölül, és azt hozom előre, és ezt a fölül levő bal lábat előre a törzsre merülegesen nyújtva emelem. Ebből kettő is lesz, ebből a gyakorlatból. Most vízszintes a lábfej. Oké? Ez a különbség a kettő között. Egész nyugodtan fekhetsz. Nem kell könyökölni. A farizom gyakorlatoktól azt várjuk, hogy kerekek popsink legyen. De ez csak a többedik, sokadik, mondjuk harmadik a dobogón. Biztos kerekek popsink lesz tőle. Oké. Okay.
De ennél fontosabb funkciója is van a farizomnak, például a medence rögzítése, és ezáltal a gerinc védelme. Tehát nagyon jó, hogyha a farizmaink erősek és tónusosak, ezt várjuk tőlük. Nagyon-nagyon sokat segítenek a gerincnek. Nagyon jó. Puskázom. Következő, ugyanígy lábemelés, csak most körív. Tehát hátra viszed, egy köríven, meg előre. Ez az. Nem várhatjuk el a farizom gyakorlatoktól azt, hogy megváltoztatják a genetikánkat. Tehát sokszor hallom, hogy valaki egészen más feneket akar, mint amilyen neki van, tehát ő olyat szeretne, mint a nem tudom, XY híres színésznő, mindegy. A farizom formáját a medence szögei adják ki. Tehát kinek milyen a szerkezete, a csontos szerkezete, a csontváza, olyan farizmai lesznek. Van, akinek keskenyebb a csípője, szélesebb a csípője, ilyen-olyan, amolyan a medence szögelése. Ettől függ a farizom formája. Lapos, vagy kerek, vagy pupos, vagy fönt pupos, vagy lent pupos, vagy nem is tudom milyen lehet. Ezen nem tudunk változtatni. Amit meg tudunk tenni, hogy a genetikailag benne kódolt optimumot, vagy a legjobbat ki tudjuk hozni belőle. Megint lábemelés, egy perc, csak most a lábfej nem vízszintes lesz, gyere, hanem függőleges, tehát lefelé fordítjuk a cipőorrát. Ez az. És azért kell ennél több. Tehát a természet, a Jóisten csodálatos alkotása vagy, ha te kihozod magadból a genetikailag legjobbat, akkor az a tökéletes. Ezt kell elérni, nem másnak a fenekét, hanem a sajátodat. De mondom, a formán kívül sokkal, de sokkal nagyobb szerepe van a farizomnak a testi egyensúly meglétében, a gerinc védelmében. Ha a farizom gyenge, a medencéd instabil, a gerinced nem tud jól támaszkodni, és fájni kezdhet bárhol. Ez volt a harmadik gyakorlat ezzel a lábbal. Nagyon jó. Fordulunk, és megcsináljuk a másik lábbal is. Jön a kotta. És megy az egy perc. Lehet fekve egész nyugodtan, tehát a nyakadnak is legyen kényelmes. Most ugye vízszintes a lábfej. És még egyszer mondom, mivel az izmaink párban vannak, tehát a testrészeinket úgy mozgatják, hogy mindkét oldalon, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, elhelyezkednek, és ezért ugye, ha csak az egyik oldalt erősíted, az a másik oldalnak egy másik oldalon egy hiányt hoz létre, ami az adott ízületet aztán, amit mozgatni kéne, abban pedig egy kényszerhelyzetet, mert az egyik oldal nagyon erős, a másik oldal meg semmilyen ellentartással nem bír. Úgyhogy semmiképpen nem jó egy oldalon edzeni. Ezt elmondtam már a hasizom gyakorlatoknál is. Ott ugye egyértelmű, hogy a hasizmoknak a hátizmok a párjai, kell a hátizmokat is edzeni. Körív jön, egy perc. De mi a farizomnak a párja? Ugye? Kérdés ez. Hol van az ő párja? Mert azt tudjuk, hogy combfeszítő, combhajlító, farizom, csípőhajlító, bizony, bizony. Tehát az izom pár itt úgy néz ki, hogy a farizmok feszítik a csípőt, a hajlítók pedig hajlítják a csípőt. Ezek mélyen, nem nagyon megmutatható módon a csípő előső részénél futnak át ezek az antagonisták. Na, a lényeg az az, hogy ők is párban vannak. Tehát a farizom egyoldalú erősítése se célra vezető, hanem guggolásokkal, kitörésekkel kell a teljes testájat edzeni, és igazából okosan akkor dolgozunk, hogyha az egész testünket edzük, és egy-egy ilyen
mondjuk Farizon program, ez ráadás. Nagyon jó. Elől. De már ezt nem mondom el többet, mert már mindenki érti. Oké. Lefelé mutat a lábfej. Ez az. Függőleges, úgy is mondhatnám. Hiszed-e? Ez a 9. gyakorlat. Egyébként a saját testülős gyakorlatokkal tudunk igazán sokat kihozni a fenekünkből. Tehát még ezektől a lábemelésektől, vagy akár a csípőfeszítéstől se várhatunk el annyit, mint amennyit a guggolásoktól. De tudom, hogy nem mindenki kívánja minden nap, meg lehet, hogy az edzésedben ma már benne volt a guggolás valamilyen formában. Én általában nem szoktam kihagyni, és akkor ez még ráadás. Oké? Most valamelyiket elfárasztottuk. Én éppen a jobb oldali fenekemet fárasztottam el, tehát most a következő gyakorlatot nem akarom a jobb lábbal csinálni. Ezért úgy fordulok, hogy térdelő támaszban a balt emeljem, de hogy ne forduljak el tőled, ezért ez már 10. gyakorlat lesz. Ezért így fordulok, ez az, jobb lábam lesz alul, megy az 1 perc, és a baltól húz. Itt nagyon fontos, 1000 milliószor hallottad már, hogy húzd be a köldöködet. Ugye itt még tetten is érheted, ha véletlenül ezt elmulasztod, mert ugye a hasfalat megemeli a köldökbehúzás, tehát ezt érezned kell. Nyugodtan letámasztatod a homlokodat az öklödre, mert akkor pihen a nyakad most is. Úgy is dolgoznia kell többet is, mint amennyit bír. És ezt jól mondtam, hát valóban a nyakunknak többet kell dolgozni, mint amennyit bírna, és emiatt csúsznak egyébként föl a vállak, és ezért lesz túl feszes a csuklyás izom, de ez már egy egész másik edzés témája. De most, ha teheted, akkor hagyd pihenni. Most is 3 gyakorlatunk van a bal lábbal, amiből ez az első. A második, pihenj egy picit nyugodtan, ehhez nagyon hasonlít, csak nem a hasunk alá húzzuk be a térdünket, hanem oldalra, tehát megy a bal hátra, és oldalra húz, hátra, oldalra. De itt is megpróbáljuk a medencénket mozdulatlanul vízszintesen tartani. Ez lehet, hogy nem olyan könnyű, mert magasan akarjuk vezetni a térdet oldalra, nem kell, hogy magasan menjen. És ha azt érzed, hogy bizony a tartó láb is dolgozik, akkor jól érzed, a jobb, amit pihentetni akartunk, nem tud pihenni. Hát ez a csalafintaság benne. Ha nagyon nehéz oldalra húzni, akkor húzd be a hasad alá, ugye? Tehát az mégiscsak egy könnyítési lehetőség. Élhetsz vele. Nagyon jó. És még 1 perc ezzel a lábbal. Nyugodtan fúj egyet. Hátul nyújtva emel. Itt már nincs térdhajlítás, nem húzzuk be, hanem egyszerűen csak megemeljük hátra. Ez is mutatja a farizomnak ugye a fő funkcióját, a nagy farizomnak a csípő feszítése. Ugye, amikor hajlít van a csípő, az ilyen, amikor nyújtó van, az meg ilyen. Na jó, ha dobogót felállítottak, akkor az első a gerinc védelme, a harmadik a kerek popsi, de mi a második? Az a kalóriafogyasztás. Nagy farizom. Neve is azt mondja, oké, van ott még kicsi, meg középső is, meg ugye összekötetésben van valamennyire a hátizmokkal és a combhajlítóval is. Tehát ezek már nagyobb energiaigényű gyakorlatok, mint a például a hasizom gyakorlatok, a hasprések. De azért ez még elég gyenge ér. Tehát azért olyan nagyon nem fulladtunk ki ezektől a gyakorlatoktól. Fáj, nehéz, abba akarjuk hagyni, de nem fáradtunk el olyan nagyon. De még ez is megelőzi
a harmadik helyezettet a dobogón, a kerekpopsit. Tehát az tényleg a harmadik, ne kerüljön előrébb. Na kérem szépen. Jobb láb, húz és tol. Húz, tol. Nekünk nőknek azok a szempontok, amik ugye a külsőnket érintik, nagyon fontosak. És ez rendben van így, még egy ilyen öreg csajnak, mint nekem, itt is tök rendben van, szép akarok lenni, mert ez ugye szintén az ős lényünkhöz tartozik. De azzal mindenképpen le kell számolni, hogy az edzés az a csinosságért megy, hogy az ember csini legyen. Nem ezért edzünk. Az a mellékhatása az edzésnek, hogy csinosak leszünk tőle, jó lesz az alakunk, az a mellékhatás, de igazából az egészségünk, tudom, hogy közhelynek tűnik, de ez kell, hogy a fő szempont legyen. Nagyon jó. Ugyanez oldalra. Ugye az egészség három alappillére hátratól, oldalra húz. A megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozás, megfelelő mennyiségű minőségű pihenés, és a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás. Nem megy, tehát a háromból egyet rosszul csinálsz, valami fel fog borulni. Ne legyünk maximalisták, az ember elrontja itt-ott a táplálkozást, legtöbben a pihenést rontják el, nem pihennek jól és eleget. A mozgással szintén lehet hibázni, de ha tudatosak vagyunk, akkor nem esünk csapdába, nem edzünk egyoldalúan. Ha egyáltalán edzünk, az már nagyon jó egyébként. És a rangján kezeljük a mozgást, tehát tudjuk, hogy ez is az egészségünk alappillére. És minden, ami ezzel együtt jár, hogy utána csinosabbak leszünk, az nem olyan nyomós érv. Nagyon jó, megvan az oldalra is. Azért tudok ilyen prédikációt tartani, mert tényleg annyira nem nagy energiaigény, jön a nyújtott láb. Így van. Most akár hiszed, akár nem, 15. gyakorlat. Nyugodtan pihenteted a homlokodat az öklödön. Elég, ha csak egyszer véghallgatod a mondandómat, köldök behúzva, ugye? Utána már nyugodtan halkítsd le a hangomat, és amikor ezt az edzést végzed, tudod a gyakorlatokat, hallod a fejedben, amit én üzenek neked, mire figyelj, hogyan tekintsd a gyakorlatot, és hallgathatod közben a kedvenc zenédet, vagy mehet akár a film a tévében. Egy nyújtását meg fogom mutatni azért a farizom program után a farizmoknak, hogy még véletlenül sem maradjon el a nyújtás, ez pedig úgy fog kinézni, hogy jobb lábbal előre lépsz, rádőlsz, maradj benne egy picit nyugodtan, ezt már úgyis tudni fogod kívülről, majd behajlítva leteszed, és melkas-lábszár. Melkas-lábszár. Jó, másik oldal, tehát ebben nyugodtan maradj benne tovább, szépen sikesen kiszállok belőle. Másik láb nyújtva, rádőlsz, oké, behajlítod, elfekteted, melkas lábszár. Maradj benne tovább, ne kapkodj, mint én csak ezt megmutattam neked, hogy csináld. Ne maradjon feszültség a farizomban. Jöhet a nyújtás, puszi, egészségünkre!